Köszöntöm nézőinket, önök a Pannon Televízió híradóját látják, Sajhó Zénó vagyok, fő témáink néhány mondatban. Egésznapos programok, beszédek, kenyéráldás, Szent Mise, Pécsen is megünnepelték augusztus 20-át. Kutyavásár a NAV-nál, kereső munkára szeretnének ebeket az adóhivatalnál. Segítség az adózóknak, fizetési könnyítést adhat a NAV. Talpasház projekt, eredeti anyagokból megépített talpasházak az Orbánságban. Pécsen is megünnepelték augusztus 20-át államalapításunkra emlékezve. Egésznapos program várta az ünneplőket, a Zsolnai Örökségkezelő szervezte a programot a belvárosban. Máger Róbert püspöki irodaigazgató, székesegyházi plébános és Péterfi Attila polgármester mondott ünnepi köszöntőt Pécsen a Dóm téren. A Dóm téren felállított színpadon zenés-táncos megemlékezés ünnepi beszédek hangzottak el Pécsen. Péterfi Attila polgármester köszöntőjében többek között arról is beszélt, hogy augusztus 20-a hagyományosan az első kenyér ünnepe is, ugyanis az első aratás után ekkor sütnek először kenyeret. Máger Róbert püspöki irodaigazgató, székesegyházi plébános az ünnep alkalmából azt is elmondta, hogy Szent István király ünnepe nagyon gazdag számunkra, olyan ünnep, amiből mindig meríthetünk. Szent István király milyen alapokra helyezte ezt a népet, ezt az országot. Ezt gyakran kiszoktuk hangsúlyozni. A katolikus liturgiában ilyenkor Jézusnak a sziklára épített házról szóló példabeszédét olvassuk föl, amely arról szól, hogy az okos ember a házát sziklára építette, hiába jött a zápor, az ivatar, nem tudta elfújni, nem tudta tönkretenni ezt a házat. Természetesen itt átvitt értelemről van szó, hogy a hazánknak, a nemzetünknek, az életünknek, a családjainknak mi az alapja. Szent István király tudta, hogy a keresztény hitre kell ezt alapozni, és jöjjön bármilyen kor, jöjjenek nehézségek, bármilyen történelmi katasztrófa. A keresztény hithez való ragaszkodás az megőrzi az egyéneket, megőrzi családjainkat, és meg tudja őrizni nemzetünket is. Nagyon fontos a megújulás üzenete. Szent István király mert újítani, mert az embereket a jövő felé terelni, hangsúlyozta a plébános. Azt gondolom, hogy ezen a mai ünnepen nekünk egyénileg, családjainknak is, és a nemzetünknek is nagyon fontos, hogy nagy-nagy bizalommal tekintsünk a jövőbe, az alapokhoz, a kősziklához, a hitünkhöz, hagyományainkhoz ragaszkodjunk, de merjünk ezekben megújulni, és merjük ezeknek az aktualitását a mai világnak felmutatni. A kenyér szimbolikus jelentésére utalt köszöntő beszédében a püspöki irodaigazgató, székesegyházi plébános. A mindennapi kenyeret merjem megosztani másokkal, azaz az életemet merjem megosztani másokkal, merjek áldozatot hozni a családomért, a rám bízottakért, azokért, akikkel egy közösségbe tartozok. Az ünnepi műsor végén Máger Róbert megáldotta a kenyeret, és az ünneplők megkóstolhatták az idei augusztus 20-ai ünnepi kenyeret. A megemlékezés után Szent Mise következett a pécsi székesegyházban. Rövid híreink következnek. A Baranya vármegyei kormányhivatal 2024 évben ismételten meghirdeti a vállalkozóvá válást támogató munkaerőpiaci programját, amelyre ezúttal szeptember 13-áig várják a jelentkezéseket. A munkaerőpiaci programban azok a 30. életévüket betöltött álláskeresők vehetnek részt, akik a támogatási kérelem benyújtásakor legalább egy hónapja nyilvántartott álláskeresők. A program részeként elérhető szolgáltatás keretében sikeresen elsajátítják a vállalkozást, kompetenciákat és üzleti tervvel támasztják alá az indítani kívánt vállalkozás piacképességét, mutatják be működésének részleteit, továbbá vállalják a hirdetményben felsorolt feltételeket. Ők a későbbiekben kérelmet nyújthatnak be a legfeljebb 3 millió forintos tőkejuttatás támogatás igénybevételére és a 6 havi kötelező legkisebb minimálbér összegéig terjedő vállalkozóvá válást elősegítő támogatásra.
Idén júliusban több mint 15 millió forintot fizettek be a blitzelők a vasúttársaság számlájára. Ez rekordnak számít, ekkora bevétel soha korábban nem érkezett a MÁV Starthoz. A követelés behajtásból származó bevételeik nem csak júliusban, hanem 2024 teljes első fél évében is kimagaslóak voltak. Januártól júliusig közel 80 millió forint folyt be a MÁV Start kasszájába, amely összességében 40%-kal haladta meg a tavalyi azonos időszak értékeit. A blitzelésből származó második legmagasabb havi bevétel 13,3 millió forint volt, még 2020 márciusában, vagyis 4 éves rekord dőlt meg idén júliusban, az összesen 15,2 millió forintos befizetéssel. Az idén júliusban beszedett rekordösszeg jelentős mennyiségű késedelmi díjat és kamatot is tartalmaz. A legmagasabb egyösszegű befizetés elérte a 148 ezer forintot. Ismét kereső munkára kiképezhető kutyákat vásárol a NAV. Szeptember 1-jéig várják a gazdik jelentkezését, akiknek a feladathoz megfelelő 10 és 36 hónap közötti életkorú kutyusaik vannak. A pályázatról, a feltételekről a NAV elérhetőségein kaphatnak információkat az érdeklődők. Ő Morzsi, egy keresőkutya, aki a mohácsi pénzügyi őrök munkáját segíti. A nekünk tartott bemutatón pillanatok alatt megtalálta az elrejtett dohányt és cigarettát. Morzsit egy kutyavásáron szerezte be az adóhivatal. A Morzsi Hívó nevű kutyus áprilistól dolgozik a mohácsi határkirendeltségen, és ő is egy kutyavásár keretében került a hivatalhoz, és egy hosszú kiképzést követően tudott csak munkába állni. A NAV most is hirdet kutyavásárt. Olyan gazdáknak, kutyatartóknak vagy éppen menhelyeknek a jelentkezését várják, akiknek vélhetően megfelelő kutyusaik vannak a kereső feladathoz. Szeptember 1-jéig lehet még jelentkezni a kutyavására a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál. Ez azt jelenti, hogy elsősorban kistermetű kutyák gazdáinak a jelentkezését várják, tehát ilyen kutyusokra lenne szüksége a hivatalnak. 10 és 36 hónap közötti élettartam, teljesen kifogástalan egészségi állapot, minden dokumentum szükséges ahhoz, hogy a pályázatot be lehessen nyújtani. Például a kis termető kutyáknál feltétel az, hogy bírják a magasságot, mélységet, a zimbolygást, például a hajókon ugye ezekre a tulajdonságokra nagyon nagy szükség van. Irányítható legyen, illetve alkalmas minden olyan keresési feladatra, amit a pénzügyi őrök folytatnak, mondja a sajtóreferens. A pályázati anyag benyújtása után a hivatal jelzi a pályázónak, hogy megnézni azt a kutyát. Fölkerülnek Budapestre ezek a kutyák, ott egy előszűrésen vesznek részt, és a megfelelő kutyák közül választ a hivatal. És egy elég hosszú, több hónapos képzésen vesznek részt ezek a kutyák, a kutyak vezetőkkel együtt, tehát a leendő társukkal együtt, és utána állnak munkába. A kutyák lehetnek keverékek, nem feltétel, hogy fajta tiszta ebek legyenek. Azonban előnyben vannak a juhászkutya, kotorék, eb és terrier keverékek. A NAV a megfelelő egyedekért fizet a tulajdonosoknak. Adófizetési kötelezettség és fizetési könnyítés. Erről is beszélt stábunknak a Baranyai NAV sajtóreferense. Barlai Krisztina elmondta, hogy több lehetőség közül választhatnak azok, akik olyan helyzetbe kerültek, hogy tartoznak a NAV-nak. A helyzet megoldása több úton lehetséges. Kedvezményes lehetőséget kínál a NAV azoknak az adózóknak, akik nem tudják teljesíteni fizetési kötelezettségeiket az adóhivatal felé. Nekik több lehetőséget is kínálnak, mondja a Baranyai NAV sajtóreferense. Fizetési könnyítés lehet például részletfizetés, halasztás vagy méltányosságból történő elengedés. Ezeket az adózók akkor kérhetik a hivataltól, hogyha a lejárt tartozásuk, tehát vagy éppen esedékes tartozásukat nem tudják valamilyen méltányolható ok miatt megfizetni. Nekik kérelmet kell benyújtani, vagy elektronikusan, vagy papír alapon. Ebben megjelölni, hogy miért nem tudják teljesíteni fizetési kötelezettségüket. A kérelmet elbírálják, de van egy másik lehetőség, ahol automatikusan megadják a törlesztést. A természetes személyi adózóknak lehetősége van arra, hogy évente egyszer, hogyha a tartozásuk nem írja le az 1 millió forintot, akkor 12
12 havi pótlékmentes részletet tudnak kérni. Ebben az esetben a nyomtatványt kell kitölteni, benyújtani a hivatalhoz, és a jövedelmi és vagyoni körülmények vizsgálata nélkül automatikusan megadja a hivatal ezt a lehetőséget. A sajtóreferens elmondta, fontos, hogy minden szükséges adatot, dokumentumot csatoljunk a fizetési könnyítés kérelmünkhöz, illetve a törlesztő részleteket időben fizessük be. Abban az esetben, hogyha az adózó benyújtja a kérelmet, és például felszólítják hiánypótlása, és ennek nem tesz eleget, akkor ugye a kérelmet nem fogja elbírálni a hivatal, tehát erre nagyon oda kell figyelni. Abban az esetben, hogyha már elbírált kérelmet, tehát ha valaki kapott például részletfizetési lehetőséget, és ezeket a részleteket nem fizeti meg pontosan, akkor a fennmaradó tartozása késedelmi pótlékkal együtt lesz esedékes, ez azt jelenti, hogy a teljes összeget azonnal meg kell fizetnie. Ezért kell figyelni a teljesítésre, mert ha késve fizetünk, elveszthetjük a kedvezményt. A fizetési könnyítésről további információt a NAV ügyfélszolgálatain kaphatnak az érdeklődők. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. A Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság Mecseközterületi területi támogató alosztály munkatársai augusztus 15-én délután akkor értek tetten egy dílert, amikor egy férfinak épp kábítószert akart eladni Pécset a keleti városrészben. Előállították a 30 éves helyi férfit a pécsi rendőrkapitányságon, ahol gyanúsítottként hallgatták ki a nyomozók. A vele szemben alkalmazott kábítószer gyors teszt THC-ra pozitív eredményt mutatott, a ruházatából pedig több csomag droggyanús kristályszerű anyag került elő, amelyet a rendőrök lefoglaltak. Őrizetbevétele mellett kábítószerkereskedelem miatt indult ellene eljárás, és kezdeményezték a letartóztatását, amelyet a járásbíróság el is rendelt. Madármentőket támogathatnak a visszaváltott műanyag palackokkal. Július 1-től a palack visszaváltás során a kapott betétdíjat jótékony célokra is lehet fordítani. A Baranya természeti értékeért alapítvány is regisztrált a MUHU felületén. Tehát a visszaváltási helyek automatáinál, aki nem a saját maga számára kéri a betétdíjat, azt már felajánlhatja természetvédelmi munkájuk támogatására, valamint a szigetvári madármentő állomás működésére is. Mini árhullám indult el a Dunán, Mohácsnál is nő a vízszint. Néhány nap alatt 1 méterrel nőtt a vízszint Mohácsnál, aztán ismét apad a Duna. Szerdán reggel 207 cm mutatott a vízmérce Mohácsnál, vasárnapra pedig 337 cm vizet várnak a szakemberek. Ez egyben a mini árhullám tetőpontja is lesz, azt követően gyorsan apad majd a folyó. Egész héten zajlik a 9. Bőközfesztivál. A négy ormánsági településen hagyományok, értékek bemutatása történik 10 napon át. Szaporcán a Hétöles Egyesület, az Eperfatályház és Örökségudvarban állandó talpasház bemutatóra készül. Az eredeti anyagok felhasználásával megépített házakból már 5 darab elkészült. Ezekkel ismerkedtünk meg dél-baranyai utunk során. Az utókor számára szeretnék megmutatni az egykori talpasházakat. Gyermekeik, amikor építkeznek, velük együtt ott vannak a helyszínen és segítenek. Ezek a férfiak nem mérnökök, nem építészek. Mindegyiknek civil foglalkozása van. Lelkesek és saját kútfőből építik eredeti alapanyagok felhasználásával ezt a talán még egyszer skanzennek is nevezhető talpasház együttest. A Hétöles Egyesület elnöke Bakó Zoltán beszélt a projektjükről. És ez nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy a maga az építkezési módot, a tárgyi eszközöket, a népi kultúrát próbáljuk visszahozni, a népi játékokat, a régi népi szokásokat. Amatőrök vagyunk, nincs köztünk senki hozzáértő, egyszerű, hétköznapi melósok vagyunk, van köztünk autószerelő, esztergályos, tényleg bányász, vasutas. És igazából megálmodtuk ezt a falut, mert úgy voltunk vele, hogy a felső rész, a tájháznak a felső része az a 20. század első harmadát mutatja be, és egyszer végeztünk vele. És azt gondoltuk, mert unatkoztunk, hogy valami újat kellene itt megmutatnunk az ide látogató közönségnek. Ekkor jött az ötlet, mivel ők az ormánságban élnek, és itt már nincsenek ormánsági talpasházak, ezért döntöttek úgy, hogy megépítik és bemutatják ezeket. Mi rekonstruálunk régi anyagból. Nekünk nagyon fontos, hogy mi régi anyagokat használjunk fel, és ne vágjanak miattunk fákat, hanem a régi épületeket lebontva, ide áttelepítve, szóval mi rekonstruálunk házakat, és nem házakat telepítünk át, ez nem skanzen,
hanem úgymond egy ilyen régi talpasház együttes. És ezek a régi talpasházak, ugye az ormánságban, ezek ormokra épültek, innen is ered a szó az ormok, ezek kiszögelést, kisebb magaslatokat jelentenek. Ugye ide építkeztek régen, maga a házaknak a lényege, az funkciója az volt, hogy, és a lényege az, hogy elvontatható, mobil legyen minden egyes épület, a háztól kezdve a melléképületeken keresztül minden, és ezeket most mi megpróbáljuk itt egy kis falu jellegbe 10 darab házat és a hozzátartozó melléképületeket megépíteni, ami hogyha végzünk vele, akkor ez körülbelül 40 épületet fog jelenteni. Az éppen zajló 9. Bőkösz Fesztivál eredetileg ebből az udvarból indult. Itt született a Tájház udvarában. Erre pedig nagyon büszkék a Hétöles Egyesület tagjai. Terveik szerint minden egyes ház egy szakmát fog bemutatni. Szaporcán az Eperfa Tájház és Örökség udvarban megtekinthető a talpasház bemutató. A régió híreivel folytatjuk. Megteltek a balatoni szállás és vendéglátóhelyek az ünnepi hosszú hét végére, de korán sem ért véget még a nyár. Augusztus végéig folyamatosan érkeznek a foglalások a hotelekbe. Ezekben a napokban a települések gasztró és kulturális programokkal is készülnek a tóhoz látogatóknak. Benépesült a Balatonszárszói központi strand, sokan pihentek itt az ünnepi hosszú hétvégén. Csiki Istvánék Németországból érkeztek, évek óta a Balatonnál nyaralnak. Idén helyi és budapesti programokat egyaránt beterveztek. Holnap megyünk ugye Pestre, mert megyünk a tűzi játékokra, és azt megnézzük, utána meg jövünk vissza, és akkor 26-áig még itt leszünk a strandon. Kegyes volt eddig az időjárás a strandolókhoz, nem lehet panaszra idén-nyáron a jó időre. Nagyon korán kezdődött az idei szezonunk, nagyon jó idő volt júniusban már, és szinte minden nap telt házzal vagyunk itt a Balatonszárszói központi strandon. Készültünk erre a hosszú hétvégére is, rengeteg bérletet adunk el, nagyon sok a visszatérő vendégünk, és nagyon sok az új vendég is. Nem csak a strandokon, hanem a szállodák medencéinél is sok vendég pihent a Balatonnál. Ebben a siófoki hotelben a július 80% feletti foglaltságot hozott, de az augusztus is nagyon népszerű. Mint azt a szálloda marketing és értékesítési igazgatója elmondta, a vakáció utolsó heteiben is sok foglalás érkezik hozzájuk. Megváltoztak az utazási szokások is, azt látjuk főleg a belföldi piac esetében, hogy a családok több, rövidebb tartózkodásra érkeznek akár ide Balaton régióba is, úgyhogy most mégis folyamatosan érkeznek a foglalások a augusztus 20-a és 31-e közötti időszakra 2-3 éjszakás foglalásokkal. Aki nem csak a strandon vagy a medenceparton pihent volna, bőséges programkínálatból válogathatott a Balatonnál. Számos településen borfesztiválokkal, kulturális és gasztró eseményekkel várták a vendégeket az elmúlt napokban. Augusztus 20-án Szent István napon a Magyar Államalapítás alkalmából egész Tolna vármegyében ünnepeltek. Szekszárdon az ünnepi közgyűlésen városi kitüntetéseket is átadtak. Kenyérszenteléssel és szentmisével kezdődött az augusztus 20-ai államalapítás ünnepe Szekszárdon a belvárosi római katolikus templomban. A Babits Mihály Kulturális Központban tartott ünnepi közgyűlésen Berlinger Attila, a vármegye székely polgármestere mondott köszöntő beszédet. Államalapító királyunk minden megnyilvánulásában konstruktív és reális, keresztény szellemű, reformer uralkodó volt, akiben a magyar nemzet új életútját kijelölő alkotó egyéniséget, történelmünk egyik legjelesebb alakját tisztelhetjük. Az ünnepségen városi elismeréseket is kiosztottak. Gracián János népművelő levéltári főtanácsos díszpolgári címet kapott. Az önkormányzat továbbá Pro Urbe Szekszárd emlékplaketteket, közjóért kitüntető díjat és még számos más elismerést is odaítélt. Az ünnepi közgyűlést koszorúzás követte a Szent István szobornál. A délután folyamán koncerteket is rendeztek a Béla Király téren, fellépett többek között a Kormorán zenekar is.
Híradónk végén Baranyai témái még egyszer, röviden. Egésznapos programok, beszédek, kenyéráldás, Szent Mise, Pécsen is megünnepelték augusztus 20-át. Kutyavására NAV-nál, kereső munkára szeretnének ebeket az adóhivatalnál. Segítség az adózóknak, fizetési könnyítést adhat a NAV. Talpasház projekt, eredeti anyagokból megépített talpasházak az Ormánságban. Csütörtökön a napsütést elsősorban fátyol felhők szűrhetik. Egy-egy futózápor, esetleg gyenge zivatar legfeljebb elszórtan a keleti és az északkeleti tájakon alakulhat ki. Délutánra 26 és 30 fok közé melegszik a levegő. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!